Mint ahogy a hírekben is hallhatták, műsorunk elején ma fogadta el Budapest idei összevont költségvetését a fővárosi közgyűlés. Röviden a számok. 324 milliárd durván a kiadási oldal, és 245 milliárd durván a bevételi főösszeg. A demokratikus koalíció szerint ezzel a költségvetéssel Budapesten is összedőlt az Orbán-Matolcsi gazdaságpolitika. Idéztem a demokratikus koalíció fővárosi képviselő Gyénémet Erzsébetet. Jó estét kívánok! Mire gondolt? Jó estét kívánok! Hát arra gondoltam elsősorban, ugye ahogy ön mondta, ha jól számoltam, akkor itt 79 milliárd forint luk van ugye a bevétel és a kiadás csöpség. Igen, csöpség. És hát ugye ezt persze különböző pénzügyi praktikákkal, meg technikákkal, kikozmetikázt a főpolgármester, tehát a költségvetést előkészítők, hiszen a törvény értelmében mínuszos költségvetést nem tervezhetnek az önkormányzatok. Amire gondoltam, és ez a Orbáni-Matolcsi politika lényege, a fővárosban a rezsihazugság lufia kidurrant, azt jelenti, hogy a fővárosi önkormányzati közszolgáltató cégek nemhogy osztalékot fizetnének be a városba, hanem támogatni kell ezt a költségvetési pénzből. A kéményseprők úgy tudják az ezévi feladataikat ellátni, ha 1 milliárd plusz forrást kapnak. A települési szennyvízszippantók, tehát a szennyvízszippantást végző cég pedig 740 millió forintot kell, hogy kapjon fővárosi pénzből, önkormányzati pénzből, és ami nincs benne a költségvetésben, de a kedves hallgatóknak ezt is tudni kell, ahhoz, hogy távfűtés lehessen Budapesten, ahhoz állami forrásból 16 milliárd forintot kell ebbe az évbe. Na, hát nesze neked piacgazdaság sikerült fordítani a szocializmus irányába a szekeret, csakhogy hitel tartalékokból lehet ezek szerint ezt az évet túlélni, magyarul eladósodás következik. Igen, hát ha nem is lesz konkrét eladósodás, mert ugye mondtam, hogy nem tervezheti hiánnyal, a főváros azért jelentős vagyonfeléléssel, illetve hát az utolsó aranytojástojótyúkot fogja majd felélni, ez pedig a főgáz részvények eladása, amit ugye a főgázt eladta az államnak a fővárosi önkormányzat. A főpolgármester helyettes ura is ismerte a közgyűlésben, hogy már ebből a főgázért kapott pénzből majdnem 6 milliárd forintot be kell az idei költségvetésben működési célokra elsősorban fordítani. Mindemellett, amit eddig elmondtunk és amiről beszéltünk, azt gondolom, hogy ami a felháborító, hogy egy csomó olyan jelentős feladatra, erről már ellenzéki képviselőtársaim beszéltek, mint a köztisztaság, a parkok felújítása, szintén nem jut pénz, vagy például patkányírtásra nem jut annyi, mint amennyi tavaly. Alapvető dolgokra nem jut, ez a teljes kivéreztetés. Most ugyanezt kicsiben egy kis önkormányzatnál képzeljük el, hogy gyakorlatilag még a levegő is elfogy. Meglátjuk, hogy hogyan kecmerek ki a főváros ebből az egészből. Köszönöm szépen, hogy itt volt, minden jót, viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra.